Tatán tartotta a konferenciáját az Európai Népsport Szövetség. A konferencián 17 ország szakszövetségének vezetői adtak egymásnak randevút. A nemrég elhunyt olasz származású elnök után új elnököt választott a szövetség, megjelentés köszöntötte a kongresszus résztvevői Túróci Lajos, a Magyar Természetjáró Szövetség tiszteletbeli elnöke. Tataiaknak köszönhető, illetve Komárom megyei szövetségünknek, mert annak idején úgy alakultak a dolgok, hogy Magyarország képviseletében a Komárom megyei Természetbarát Szövetség lépett be ebbe a nemzetközi szervezetbe, és azóta ők tartják kézbe az ezzel kapcsolatos összes szervezési dolgokat, és elég jól, sőt, nagyon jól dolgoznak, ezért most már nem első esetben ide hozták a nemzetközi szervezetnek a megbeszélését, kongresszusát. Jó munkát kellett végezni, és jó kapcsolatot kellett tartani a külföldi szervekkel is, és főleg a IFAO-FAO központtal. A megyei Természetbarát Szövetség változatos programmal kedveskedett a vendégek számára a 3 nap alatt. Túlzás nélkül mondhatom, és büszkén, hogy óriási az elismerés. Gondolom, híre van annak, mi 93-tól rendezünk Nemzetközi Népsport Szövetség berkeiben túrákat, szabadidősportos rendezvényeket, és 95-ben vették föl Komárom-Esztergom megyei Természetbarát Szövetséget, és 99-ben pedig világkongresszust rendeztünk. A mai napig emlegetik ezt. Szeretnek jönni Magyarországra, én pedig azt a célt tűztem ki, hogy jöjjenek Budapestre, jöjjenek a Balatonra, Sopronba, de jöjjenek minél többet Tatára. És amikor Luxemburgban megalakult az Európai Konfederáció, akkor pályázatot nyújtottunk be az első kongresszusra. Volt 3-4 jelentkező, a szavazáson nagy fölénnyel Tata nyert. A 18 tagú szervezetből 16 szerencsére itt van, és mi részünk a fő feladat az, hogy Tatát bemutassuk és idehívjuk őket. Magának a kongresszusnak soros értekezlete ez, vagy kongresszusa, hogy úgy mondjam. Városunk méltó vendéglátónak bizonyult, így jó hírünket viheték Európába a konferencia résztvevői.